Jó estét kívánok! Itt az idén 32 esztendős Magsa Híradó Best of kiadása két olyan kollégával, akik már a 90-es években a kezdeteknél is jelen voltak. Kilétünk legyen egyelőre meglepetés, annyit előjáróban elárulhatok azonban, hogy ők Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Így van, azért hagyjak hozzá annyit én is, hogy Zolit 1994. október 8-án a reggeli órákban ismertem meg, amikor benyitottam a televízió székházában egy olyan irodába, ahonnan ő már elment. Én még pontosan emlékszem az első találkozásunkra, mert nem követte több. Jöjjenek tehát kivételesen most a mi kedvenc híreink a Magsa Híradó 32 éves terméséből. Jó estét kívánok! Ma reggel a magyar-román határon a vámosok elfogtak egy 35 éves asszonyt, akinek a bugyjában megtaláltak 400 g heroint, valamint egy régóta körözött román bűnözőt. Feldarabolta, majd újra összerakta élettársát egy 43 éves nyékmegyeri férfi. A falubeliek szerint a férfi és a nő viszonya megromlott, ezért azt a viszonyt kidobták a hűtőből és frisset vásároltak. Egyes jelentések szerint Zambiában akkora szárazság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét tömeget. A Dunából a Margit hídra ugrott egy férfi. Öngyilkos akart lenni, de a felesége szerint még ehhez is hülye. Vizet találtak a Marson, a NASA Mars járója egyelőre csak fél deci vizet talált a vörös bolygón, amit azonnal analizáltak is, és kiderült, hogy a vizet egy Mária Bütykösi borozóból köpte oda valaki első felindulásában. Újra temetik Kis Géza anyósát, mert szerinte nincs elég mélyen. A döntést a sírból időnként kinyúló lélegeztető cső megjelenésében indokoltam. Ma reggel az Etyeki Filmstúdió udvaráról ismeretlen fémtolvajok ellopták a Vasember 4 című film teljes szereplővágányát. Egészségügy. Egy most végzett felmérés szerint a kórházi nővérkéket annyira rosszul fizetik, hogy a betegeknek már csak egy libáért adják oda a kacsát. Sőt, mivel a műtétekre is alig van pénz, az egészségügyi tárca bejelentése szerint a nem kívánt terhességeket ezentúl reklámokkal szakítják meg. A folytatásban közlekedés, mindjárt egy balesetről. Ma hajnalban a 4-es úton Abony térségében Kovács Mihály 43 éves incsiklandozó helyi lakos személygépkocsijával áttért a menetirány szerinti bal oldalra, de mivel nem jött szembe senki, csalódottan visszatért a jobb oldalra. Újabb botrány a fővárosi szemétszállítás körül. Egy budapesti háziasszony ma feljelentette a fővárosi közterület fenntartót, mivel férje 3 napja áll a kapuban részegen, de még mindig nem vitték el azt a szemetet. Legördült a futószalagról a 100 000. Hazai gyártású személygépkocsi. A jelenlévők közül 4-en súlyosan, 12-en könnyebben sérültek meg. Sokan nem tudják, és talán senkit nem is érdekel, hogy ma van az apátia, a közömbösség világnapja. Híradónk vendége Lakmusz Károly szociálpszichológus. Régen közömbösebbek voltak az emberek, vagy ez inkább a mai világra jellemző, Lakmusz úr? Nem tudom, nem nagyon néztem utána. Azért gondolom fontosnak tartja, hogy az emberek lelkesebbek, nyitottabbak és kevésbé lemondóak, kevésbé közömbösek legyenek. Igen, mindenképpen. Fontosnak tartom. És van erre valami mód esetleg? Micsodára.
Hát, hogy változtassunk az emberek magatartásán. Hát biztos valami majd lesz. Hát nem tudom. Ne haragudjon, most szóltak, azt ugye tudja, hogy órák óta tilosban parkol, és éppen most viszik el az autóját? Mindegy, nem. Jó. Ennyi ócska közömbös ember, miért nem mondta eddig? Egy kulturális hír. Megjelent Kafka Margit, ha nem lennék pössze, mindenki tudná az igazi nevemet című életrajzi kötetet. Pesten aláírásgyűjtésbe kezdtek az analfabéták, hogy lássák, milyen is az. Eltűnt egy férfi a Máltrában. A 43 éves Tom Cruise András még 43 évvel ezelőtt tűnt el. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Tudósítónk a helyszínen beszélgetett az eltűnt férfival. Hogyan tűnt el? Álltam a Mátrában egy fa mellett, aztán egyszer csak nem voltam ott. És most hol van? Hát most itt vagyok. De most is a Mátrában vagyunk és egy fa mellett állunk. Ja, akkor jó, csak nehogy eltűnjek innen is. Ha eltűnne, akkor hova tűnne? A Mátrában egy fa mellé. Nem lehet az, hogy egész végig itt állt? De igen. A 43 éves Tom Cruise András a riportot követően eltűnt a helyszínről. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Stúdió. Sem a Lotton, sem Kovács Mistike ellenőrzőjében nem volt ötös a héten. A 3-4-esre a szülők egyenként 100 forintot fizettek a gyereknek, a hármasok 30 forintot érnek. Most pedig kapcsoljuk az Útinform ügyeletesét, a vonalban sajnos Péter. A Duna magas vízállása miatt a ráckevei komp ugyanazon az oldalon teszi ki az utasokat, mint ahol beszálltak. Éppen ezért kérjük a tisztelt utazó közönséget, hogy csak olyanok szálljanak fel a kompra, akik nem akarnak a túloldalra átkelni. A sporthírek előtt pedig végül egy örömhír, feltette az íra a pontot Gáspár Győzike. Ezzel hivatalosan is befejeződött az 1988-89-es tanév. A legfrissebb sporthírekkel is mi érkeztünk a stúdióba. Jó estét kívánok! Tragédiával végződött a francia nyílt szenior atlétikai bajnokság, ahol a világsúcstartó ukrán rúdugró Szergej Bubka ugrás közben összeütközött az Air France menetrendszerű párosjával. Hatalmas tömeg volt egy sakkversenyen, csak lépésben lehetett haladni. És egy ma már nosztalgikus labdarúgó hír, barátságos válogatott labdarúgó mérkőzésen Magyarország-Antarktisz 2-2. Az első félidő végén még mi vezettünk 2-0-ra, de a szünetben megérkezett az ellenfél. Elvesztette őszi veretlenségét a legutóbbi meccsen az az Újpest szurkoló, aki véletlenül a Fradi táborban foglalt helyet. Az időjárás jelentéssel Konyhakész Barbara érkezett a stúdióba. Mindenek előtt köszönjük Szándokán István bögyölői nézőknek azt a nagyon szép meteorológiai fotót, amin az autója látszik, és felette egy 143-as szám, de attól tartunk, összecserélte a fotóit. Időjárásunkat holnap az északkelet felől érkező Rájsz András határozza meg. Egyetlen felhő lesz csupán az égen, de az az egész országot beborítja. Gyenge szélre számíthatunk, ami piszkálásra megélénkül. A hőmérséklet az országban 32 fok körül lesz, ebből 4 fok Tatabányán, 2 Miskolcon, 6 Budapesten, a maradék fokokon a kisebb települések osztoznak. Híradónk végén szokásos cuki hírünk Tibortól. Zsiropár bébi született a fővárosi állatkertben. A különleges faj születése a zsiráfot és a leopárdot elválasztó kerítés hibájának köszönhető.
A zsiráfmama jól van, a leopárdpapa pedig szivarozva sétálgat végig az állatkerten, és folyamatosan henceg. Megköszönve kitüntető figyelmüket elmondjuk, hogy híradót ma még többször is láthattak a kedves nézők a különböző tévécsatornákon, na de ilyet nem! Igen.